Én nekem már sok őrült ötletem volt egy nő megszerzésére, de ilyen még nem. Hogy lehet valakibe ennyire beleesni? Azt mondtad, Kovács Antalnak hívja? Uh-huh. Lehet, hogy a férje. Nem. Na, mit szólsz? Valahit Kovács, ott ki? Gerebjés Zoltán vagyok, a Center Rádió műsorvezetője. Tapsoljuk meg új játékosunkat! Ki az? Gerebjés Zoltán a Center Rádióból. Ne ijedjen meg, Kovács úr! Ön, mint hallja, adásban van, a telefonkönyvből sorsoltuk ki. Mivel ön az 500. telefonáló, most versenybe szállhat egy gyönyörű autóért! Autónk! Ha nyer magáé az autó egy hónapra a sofőrrel együtt, egy feltétellel, ha van egy lánya. Lányom? Hát a Veron. Ja, van, persze, van, a Verus van. Gratulálunk, éljen Verus, mákia van Kovács úr, ezt a véletlen. A Center Rádió alapszabálya ugyanis kimondja, hogy csak apák játszhatnak, és csak a leánygyermekük számára nyerhetnek autót. Apák, csak apák. Mindössze 3 kérdésre kell válaszolnia, és egy hónapra a lányáé lehet egy gyönyörű BMW Cabrio. Wow! Egy belevaló sofőrrel együtt. Játszik velünk? Hát nem is tudom. Dehogy nem, persze, miért ne? Hát persze, miért ne? Hallom, ott a kedves felesége is, nem, de bár Kovácsné? Kovácsné? Én te honnan tudtad? Jaj, nagyon buta vagyok. Ne, így van, kezét csókolom. Szóval játszanak, gratulálunk. Igen, mondtuk már, hogy játszunk. Erről híres a magyar ember, merész, bátor és szereti a potyát. Szeretjük. Na. Első kérdésünk. Melyik Brazília leghosszabb folyója? Adok alternatívákat. 1. A Volga. 2. Az Amazonas. 3. A Szajna. 20 másodperce van a válaszra, tehát óra indul. Hát a Volga az nem lehetne, az orosz, a Szajna... Az se, az lengyel. Francia, de mindegy. Tehát? Hát akkor fix kettesre veszük, Amazonas. Gratulálunk! A válasz tökéletes, 10 pont. 10 pont. Második kérdésünk, ki volt a 20. század legnagyobb magyar labdarúgója? Balczó András, Puskás Ferenc, vagy Egerszegi Krisztina? Hát ez nagyon könnyű kérdés. Nagyon kérem, Kovács úr, maga ne a kérdéseket osztályozza, hanem válaszoljon. Igen. Hát ezt is kettesre veszük, hát a Puskás öcsi! Megfogta az Isten lábát, Kovács úr! Kettőből kettő! Már csak egy kérdés, és magáé egy méregdrága BMW. Wow, sofőrrel. Figyeljen a kérdés, beugratós. Kiről nevezték el a Kossuth teret? Óra indul! Vigyázz, azt mondta beugratós. Lehet, hogy a Széchenyiről nevezték. Hülye vagy, anyukám! Hogy mondtasz nekem ilyet, hogy hülye mások előtt? Tessék bocsánatot kérni. Kovácsék, a nézeteltérésük tisztázását kicsit későbbre kéne halasztani. Megy az idő, 1 másodperc? A Kossuth! Ez az! Telibe! Megnyerte! Győztünk, kapus, győztünk!